Vannak, akik kezdetektől segítik, erősítik és ápolják ezt a kapcsolatot, és vannak, akik csak most fedezik fel, milyen érzés egy másik országban élő, más nemzethez tartozó embertársunkkal barátságot kötni. A németországi Vernau-ból érkezett delegáció Bonyhádra, hiszen a két város immár 35 éve ápolt testvértelepülési kapcsolatokat egymással. Vernau és Bonyhád már 35 éve áll testvérkapcsolatban, ami sokat jelent mindkét település lakosainak. Ahogy itt is, úgy Vernauban is a sváb hagyományokat tánccsoportokkal is szeretnék életben tartani. Emellett a két tűzoltóság is nagyon aktív, mindig örülünk, amikor találkozhatunk és meglátogathatjuk a testvérvárosunk. Ennek is köszönhető, hogy már 35 éve működik ez a kapcsolat. A jubileumi ünnepséget követően a résztvevők átvonultak az Rényi Miklós utcai körforgalomnál található emlékparkba, ahol egy úgynevezett Ulmer-Schachtel hajót avattak Bonyhád újratelepítésének emlékére. Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist. A magyar alaptörvény kimondja azt, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek, nemzetalkotó tényezők, tehát mindaz, ami velünk történt, ami sikereket, kudarcokat megéltünk az elmúlt 1100 évben, ezt együttesen tettük meg. Így van ez a németek esetében is, akik erre a környékre 300 évvel ezelőtt érkeztek meg, és alapvetően meghatározták, és ma is meghatározzák településeinknek az arculatát, illetve a mindennapjainkat. Az emlékművet az idei Bonyhádi Sommerfest keretében avatták fel.